Sziasztok, hagyományőrzők! A mai napon medvehagymás pogácsát készítünk. A hozzávalói a következő. A tésztájához fél kilogramm liszt, 6 evőkanál tejföl, 1 teáskanál cukor, 3 dekagramm élesztő, 1 evőkanál só, 2 darab egész tojás és 1 deciliter tej. A kenéshez 25 deka margarin, 1 evőkanál liszt és egy csokor medvehagyma. A tetejére 10 dekagramm reszelt sajt és egy egész tojás. Elkészítése a következő. A lisztet egy mély tálba öntjük, hozzáadjuk a sót, villával nagyjából elkeverjük. A langyos tejet tálba öntjük. Hozzáadjuk a cukrot. Majd belemorzsoljuk az élesztőt. Ezt 10-15 perc alatt hagyjuk felfutni. A tojásokat egy tálba ütjük. És villával kicsit felverjük. Ha felfutott az élesztőnk, akkor hozzáadjuk a liszthez, beleöntjük a felvert tojást, belekanalazzuk a tejfölt, és az egészet sima tésztává gyúrjuk. Ha a tészta túl ragacsos, akkor tehetünk hozzá egy kis lisztet. Ha viszont túl keménynek érezzük, akkor a maradék langyos tejből még önthetünk hozzá egy kicsit. Ha összeállt a tésztánk, és elválik már a kezünktől is, és az edény falától is, akkor meglisztezzük alatta. Szórunk a tetejére is egy kis lisztet, letakarjuk konyharuhával, és langyos helyen egy másfél órát kelesztjük. Amíg a tésztánk kell, addig előkészítjük a kenéshez az alapanyagokat. Ehhez először is a margarint fel fogjuk olvasztani, majd elkeverjük a liszttel. Az olvasztott vajhoz hozzáöntjük a lisztet, majd simává keverjük. Ezután félretesszük, és majd csak akkor lesz szükségünk rá, amikor már hajtogatjuk a pogácsánkat. A megmosott és lecsepegtetett medvehagymát felaprítjuk. Ha a tésztánk kellőképpen megkelt, akkor belisztezzük a deszkát, ráborítjuk, kicsit átgyúrjuk, majd nagyjából únyi vastagra nyújtjuk. Kinyújtottuk a tésztát, akkor megkenjük a lisztes vaj keverékével. Kétszer-háromszor is hajtogathatjuk majd ezt a tésztát, úgyhogy próbáljuk meg elosztani a vajat rajta. Ha egyenletesen elkentük rajta a vajat, akkor szórunk rá egy adagot a medvehagymából. Ezután hajtogatni fogjuk a tésztánkat. Az a fontos, hogy mindig ugyanabba az irányba hajtsuk, minden hajtogatás alkalmával. Most kezdjük úgy,
hogy alulról az egyharmadát ráhajtjuk, erre hajtjuk a felső egyharmadot, aztán behajtjuk jobbról, majd balról, meglisztezzük, letakarjuk konyharuhával, és negyed órát pihentetjük. Ha a tésztánkat hagytuk pihenni, akkor ismét kinyújtjuk. Ha a tésztát ismét kinyújtottuk vékonyra, akkor megint megkenjük a margarinnal. Ha megkentjük a lisztes margarinnal, akkor ismét szórunk rá egyenletesen egy kis medvehagymát. Ezután a tésztánkat ismét ugyanolyan sorrendben hajtogatjuk, ahogy az előbb is. Hajtogatás után ismét megszórjuk liszttel, letakarjuk, és negyed órát újból pihentetjük. Ha újból letelt a negyed óra, akkor megint kinyújtjuk a tésztánkat, minél vékonyabbra, és harmadszorra is megkenjük a vajjal, és megszórjuk a medvehagymával. A hajtások közül a vaj itt ott kibújik, amikor nyújtjuk. Ha kicsit lelisztezzük, akkor nem fog úgy hozzádagadni a sodrófához. Elosztjuk még rajta a maradék medvehagymát, és az előző sorrend szerint újból hajtogatjuk a tésztát. Alulról felfelé, fölülről lefelé, jobbról balra, és balról jobbra. Enyhén lisztezzük, és még egy pár percig hagyjuk pihenni. Ha ismét hagytuk pihenni a tésztát, akkor kinyújtjuk, nagyjából ilyen egy-másfél ujjnyi vastagságúra, egy hosszú élű késsel becsíkozzuk, berácsozzuk. Egy tojást felverünk, ezzel lekenjük a tészta tetejét. Majd ezután ízlés szerinti méretű szaggatóval kiszaggatjuk a pogácsát, és sütőpapírral bélelt tepsibe helyezzük őket. Egy kis távolságot hagyjunk köztük, mert sülés közben is még nőni fognak. Leraktuk a tepsit, megszórjuk a pogácsák tetejét egy kis reszelt sajttal. Most egy kis férfi segítséget kértünk. A pogácsáinkat aranybarnára fogjuk sütni a kemencénkben. Gázsütőben sütjük, akkor 180 fokra előmelegített sütőbe tesszük, és nagyjából 20-25 perc alatt sütjük meg a pogácsákat. 5 perc elteltével fordítottunk a tepsim, aztán újabb 5 perc után ki is vehetjük a sütőből. Gyönyörűen megsültek a pogácsáink, csodálatos színük van. Ezután már csak annyi dolgunk van, hogy tálaljuk őket, tányérra szedjük. A hajtogatástól szép leveles,
Fogyasszátok egészséggel, jó étvágyat kívánunk hozzá, gyarapodjunk mindahányan, várjátok a következő receptemet is!